Jó estét kívánok, Tímár Éva. A mai vendég szerintem rengetegen ismerik, ugye jó néhány vidéki színházban játszott Debrecentől Szolnokig Miskolcig, és hát leginkább a Budapesti Kamaraszínház tagja volt. Ja, egyébként például a Nemzetiben is volt, azt olyan nagyon nem szerette, de majd erről majd még beszélünk. És hát jó néhány filmben is szerepelt, meg tévéjátékban. Azt meg, hogy most mi van vele, azt majd nem olyan sokára megtudjuk. Tehát akkor Tímár Éva. Figyelj, ezt én olvasom, hogy te azt tudom rólad, amin én mindig elhűlök, ezt mondom a nézőknek, és 16 évesen vették fel a Színház és Filmművészeti Főiskolára, tehát ezt én soha nem akarom elhinni. De ez így van. Mindjárt beszélünk róla, csak először mondd el, hogy ugye édesanyád nagyon szeretett színházba járni, és ettől kezdve te is. És akkor már kiskorodban szinte egy életed, igen, egy halálod. Igen, én azt szoktam mondani, hogy én egy ügyű vagyok, tehát én ezt nem is tudom, már 8-10 éves koromban határoztam el, hogy színésznő leszek. És akkor már nagyon komolyan foglalkoztam. De miket láttál, amik ennyire tetszettek, hogy te? Sokat jártunk színházba. Én emlékszem még, hogy még a réges-régi Nemzeti Színházban láttam előadásokat. Akkor mindenhova. Aztán volt ilyen, érdekes, hogy erről mostanában nem esik szó, hogy a Latabárnak voltak gyerekelőadásai is, Latyi-Matyi. Igen. Ebből darabokat írtak, és ezek ilyen gyerekelőadások voltak. Oda is jártunk, és... Csak az a rengeteget sokat. Lehetett röhögni. Nagyon gondolom, sokat, én, és nagyon-nagyon. És érdekes, hogy emlékszem ezekre, pedig ezek egészen, nem is tudom, 8-10 éves. De mire emlékszel belőle? Emlékszem, például arra emlékszem, hogy Zizit dobál a végén nekünk. Igen. Meg emlékszem a mozgására, meg Latyi-Matyi a pék, vagy nem tudom, és akkor ez erről szólt. Csak te is ilyen akartál lenni, aki így rögtett? Nem, én nem ilyen akartam lenni, én aztán már úgy később, hát akkor már mit tudom én, 14, amikor az általános iskolában már 8-os voltam, akkor én kérlek szépen Molière-t játsztam, és rendeztem az egész iskolának a tornateremben. Általános iskolában? Általános iskolában. Igen, és akkor én ezt... És ez hogy jött rád? Meg a többiek hogy tűrték? Tehát előálltál egyszerűen azzal, hogy Molière mi volt mondjuk? A kényeskedőket. Kényeskedők. Igen, a kényeskedőket adtuk elő, és azt szerveztem, és jelmez volt, és díszlet volt, és minden volt. Aha. És az egész iskola ott volt a tornateremben, erre nagyon... És te is szerepeltél is benne? Hát természetesen. Te voltál, micsoda? Hát az egyik lány, ott két lány van, az egyik, már nem emlékszem a nevükre. Na, úgy, és akkor... Igen, és akkor jártam szavalóversenyekre, ott jól szerepeltem általában, és meg közben korcsolyáztam, azt nagyon szerintem. Ja, igen, műkorcsolyáztam. Műkorcsolyáztam, igen, és ettől... És ezért magántanuló is volt. Magántanuló lettem, mert sokat hiányoztam, de jó tanuló voltam, és nyugodtan lehetett. És akkor magántanuló voltam, és jelentkeztem 57-ben. Hát Istenem, micsoda az évszámokat mondok, borzasztó. És ugye tudom, hogy akkor rengetegen jelentkeztek, mert 56-ban ugye nem volt a nem forradalom volt. Miatt, nem indult. Nem indult osztály. A színészosztály. 3400-on jelentkeztek. 3400. Erre pontosan emlékszem. 3400-on jelentkeztek. Figyelj, azt hogy lehetett egyáltalán végignézni, meg hallgatni a felvételi bizottságoknak? Ezt nem tudom, ezt a bizottság tudja. 3400. De mindenkire jutott 3 perc, vagy nem, azért több, vagy hogy? Ezt nem tudom, de rengeteg. De erre a számra egész határozottan emlékszem, és azt hiszem 24-ünket vettek fel. És de... tudod, gondolom, hogy ez olyan gyorsan ment, hogy ott nem nézegették a papírjait senkinek, bejött valaki, azt mondott valamit. Tehát meg se nézték, hogy hány éves a csaj. Senki nem. Akkor derült ki, amikor fölvettek, hogy ez itten fiatalabb. És akkor nem mondták, hogy na tessék, mondták, két év múlva kislányom, gyere, két év múlva? Akkor még volt a főiskolán ilyen, hogy szakérettségi. Mert az előttem lévő évfolyamokban nagyon sokan jártak olyanok, akik
idősebbek voltak, de nem érettségiztek. A Sós Imréje generációjából meg... Igen, de az érettség. Mit tudom én, egy műszaki egyetemen, majd bölcsészen is, ugye, tehát ilyen vidéki fiatalok, az nem tudott leérettségizni, de azért bepakolták a... Igen, és akkor volt egy ilyen egyetem. Szakérettségi. És akkor tehát ami azt jelentette, hogy úttól, tehát már jár a felsőfokú ízébe, és utána végzi el. De állítólag te egyetlen leszed ágában nem jutott el végezni. Nem, mert senki nem kérte. Én nagyon szeretem a főiskolán, ott olyan érdekeseket tanultunk, a művészettörténetben. De várjál, akkor te mit csináltál? Tehát szóltál a gimnáziumban, hogy bocs, én harmad évtől inkább főiskolára járok, ide nem jövök. Mert magántanuló voltam, én kaptam egy bizonyítványt, azt kész ennyi. Ja, értem. Tehát én ott nekem semmi. És a főiskolának senki nem kekeckedett. Nekem senki nem kérdezte, de mind a mai napig. Tehát te főiskolát végeztél, úgyhogy nincs érettségid. Sőt, nincs még. Ezért gondolkoztam a PhD-n nagyon-nagyon pár évvel ezelőtt, de aztán kicsit késő, mikor már bevezették ezt. Mondom, hogy olyan szép lenne, hogy PhD-m is van. Na, és ja, ezek a nagyon-nagyon régi. Tehát akkor dolgok. Te bírtad a főiskolát. Igen, kicsit nehéz volt, mert azért érezhettem, hogy fiatalabb vagyok, mint a többiek. Szóval éretlen voltam, és akkor nehéz, hogy mindig úgy igyekeztem, hogy én is olyan... Mert hát 5-6 évvel voltak idősebb osztálytársaim nálam. Úgyhogy igen, de azért nagyon-nagyon sok minden megmaradt, meg nagyon jó tanáraim voltak, a Pártos Géza és az Ádám Otto. Igen, a Pártos Básti, Géza különösen Súlyog, ugye legenda. Legendás. Igen, legendás. Básti Lajos, Súlyog Mária. Igen. Igen, szóval tényleg nagyon-nagyon sok mindent kaptam, amit meg nem értettem, azt úgy eltettem magamba, és akkor úgy később. De állítok, te egy eszméletlen szép nő voltál. Jaj, de kedves tőle. Na jó, de igen, ez... Igen, szép voltam. Igen, ugye? Igen. Ez lehet előny is, meg hátrány is, nem? Igen, egy kicsit egy ideig azt éreztem, hogy nekem többet kell teljesíteni, mert a szép, vagy azt mondják, hogy ez egy szép nő, de nem olyan tehetséges, vagy valami. Igen, ezt úgy szokták igen, mondani. Igen, azt úgy szokták mondani. Szép, de buta, igen, szóval ilyeneket igen, szokták szóval mondani. Igen, hogy ezt úgy el, de nem foglalkoztam én ebben. Olyan voltam, amilyen. Na jó, de ezt aztán a színészetbe használni is kell tudni, tehát ez... A szépség az munkaeszköz is, nem? Persze, és tényleg még most is. Bár ugye nagyon sok minden megváltozott, most néha meglátok ilyen nagyon régi színházi fényképeket, ugye, akkor nagyon erősen festettünk színpadra, ma már ez nem divatos egyáltalán, az kicsit idegen, meg a frizurák is mások. De hát egy szép fiatal nőt látok. Igen. És akkor elkerültél Debrecenbe, mert hogy akkor kötelező is volt vidékre. Igen, de nem is hívtak, de senkit azt hiszem a mi osztályunkból nem. Nem, hát már szerintem igen. Két év kötelező igen, volt. Igen. De hát akkor Debrecen az nagy szám volt, mert ugye hát Latinovics Zoltán ott volt, igen, aki igen. Rögtön, úgy tudom, hogy rögtön Debrecen, mert ugye a Királyasszony lovagjának igen, a női igen. főszerepét, igen. és magának Latinovicsnak volt a partnere. Igen, igen. Igen, az ilyen volt egyébként. Igen, sokan féltek tőle. Jaj, ezt én sose értem, sose tudom megérteni. Én Latinovicsal dolgoztam elég sokat, meg egy ideig a családban is éltem, tulajdonképpen a Bújtor Istvánnal éltem 10 évig, és akkor nagyon-nagyon közel került. Ja igen, mert ők ugye féltestvérek. Féltestvérek, sokat nyaraltunk együtt. És sokat, és játszottam is a Zolival, filmeztem is, és én egy csodálatos partnernek és egy csodálatos színház csinálónak. Csak igen, csak hát állítólag, ha éppen haragos volt, akkor kőkövön nem maradt. Meg maximalista volt, és aki nem látta azt, hogy teljes odaadással dolgozik, akkor nagyon kegyetlen tudott lenni. Nagyon kell. Meg az ízlése nagyon-nagyon pontos volt, és hogyha az nem stimmelt valami partnerrel, akkor aztán minden volt. Tulajdonképpen az mondható, hogy te miatta vagy ti már?
mert hogy ugye eredetileg nem Tímár, eredetileg nem Tímár a neve, nem. És nem is el, mire akartad változtatni? Nem, én Gerber Éva vagyok, az, ami, vagy annak születtem, ami egy sváb név. És akkor a... akkoriban olyan nagy divat volt, hogy mindenkinek de legyen, magyar. De legyen, igen, a színésznőnek legyen magyar neve. Minden színésznek legyen. Igen. Na, sok magyarosítás történt abban az időben. És akkor én azt gondoltam, hogy Gara Éva leszek. És akkor mentem, már be is jelentettem a debreceni színházba, és akkor mentem próbára, és a sarkon jött a Latinovics, és nagy hangosan kiabálta, hogy Niagara! És akkor mondtam, hogy nem, hát ebben ne vicceljenek. És akkor lefordítottam a nevemet. Ez a Gerber, az Tímárt jelent. Aha. Úgyhogy és akkor azt mondtad, hogy így kész. Igen. Jó napot kívánok. Jó, világos. És hát ugye akkor Debrecen után jött a Nemzeti. Jó, igen. Igen. Amit azért nem szerettem, mert úgy érezted, hogy nagyon korán kerültél be a sok nagy vad közé, és akkor ajjajjaj. Igen, és éretlen voltam, nem tudtam mégsem. De ez amiből állt az éretlenség? Abban, hogy hát én 2 évig voltam Debrecenben, akkor voltam 20 éves, amikor a Nemzetibe bekerültem. És ja, nem, tényleg? Nem. Hát te végül is, ha 16 évesen kezdtél, akkor... Hát igen, és 22 voltam. 22 voltam is. És akkor én ugye vidéken az egy más légkör, az egy társulat, ott együtt vannak, itt pedig voltak ezek a tényleg hatalmas nagy színe, akik nagyon kedvesek voltak, meg minden csak hát én ott reszkedtem, hogy hát ezekhez én meg nem tudom. Szóval nem sikerült az jó. Volt is valami rossz élményed, hogy azért mondjuk nem köszöntek, vagy úgy Nem, semmi olyan rossz élményem volt, nagyon rosszul játszottam. Igen? Mert úgy bemerevettél? Hát, őrületesen. És ezt tudtad is magadról, hogy tudtam, te most aztán csapni való? Tudtam. És akkor ettől még ez jobban. Ez mint a nyín a monológiában, hogy amit mond a Sirálynak a végén, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak a kezemmel, a lábammal, és csak ott ez. Nem, az nem volt jó. De hát nem is tartott De sokáig. Nem is volt ott nagyobb szerep, vagy? Volt egy nagyobb szerep, egy Illés Endre darab, mint azóta se játszott senki. Szörnyű darab volt. Meg a tragédiában játszottam, meg hát tényleg. Hát abban lehet ilyen sok kicsit, nem? Hát igen, a Kluviát, meg mit tudom én, ilyen kisebb szerepeket. De sokat dolgozom, akkor filmeztem, meg tévéjátékok voltak, sokat rádióztam, szóval volt munkám, csak a színház úgy nem ment, és aztán egy idő után ez úgy elkezdett hiányozni. És akkor önszántadból mentél Kaposvárra? Mert az hát akkor nem még egészen, ugye nem az, nem az a nagy Kaposvár volt, az nem, éppen nem, akkor nem. Kezdett az lenni, amikor te oda mentél. Az éppen akkor kezdett, igen, de akkor még csak olyan kezdett. Akkor a Zsámbéki jött le, ő a főiskolai vizsga előadását igen. Rendezte, ott a Mirandolinát, amit én játszom. Aminek véletlenül te voltál fő, a címszereplője, igen. Igen, és akkor, akkor az egy fantasztikus, Koltai Robi ott volt, a Csíkos Gabi. Kis Pista, Pogány Jutka. Szóval egy nagyon-nagyon gyönyörű évek voltak. És akkor mégis elsriszoltál onnan. Tehát, hogy miért? Tehát, hogy az egy jobban tehát lehet, hogy egész máshogy alakul a pályád, nem? Hogyha ott maradsz Kaposváron, hiszen ott az tényleg az egyik legjobb, sőt valószínűleg egy időben helyzet. A legjobb magyar színház ez így volt. Van, de akkor, mindenki Kossuth-díjas, Koltai Robit kivéve azóta, aki akkor ott volt. De a Robi is eljött akkor Pécsre. Igen, de ő visszament. De ő visszament, én nem mentem vissza akkor. Mert akkor úgy elmentünk, aztán... De miért jöttetek el? Hát az egy, nem tudom, az egy olyan komplikált helyzet, nem is emlékszem már pontosan, hogy valahogy így egyszerűbb volt átvennie ők a színházat
a Komor Pista, azt hiszem, vagy nem tudom mi, hogy ők akkor egy újat szerződtetnek, nem tudom valami. Komor István volt akkor ugye a régebbi igazgató. Igen, és akkor nem. Akit akkor... egyébként szerettek, tehát persze, csak nyilván egy más persze, játék. De a Zsámbéki akkor már ott volt, uh-huh. és ott már kezdett dolgozni. És akkor Pécsett egy jó társulat volt, egy nagyon jó társulat, jó színház, és... Meg hát nagyobb színház, az nyilván vonzó volt, nem? Hát igen, igen. A város is nagyobb, igen, tehát nyilván egy élhetőbb város igen, Pécs, mint mondjuk Kaposvár, nem? Játszottam mindent. Miket? 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 Hát nem. A Hernádinak akkor voltak a Sikferi rendezett, a Hernádi igen, Gyulának igen. akkor nagy sikerű darab. Hát meg Ijés Gyulákat is rendezett. Ijés Gyulákat játszottam, a Vágy villamosát játszottam Blanche, a Bújtorral, aztán hát rengeteg, mindent. Az egyébként milyen volt a Bújtorral? Tehát úgy játszani, hogy a pasid is. Hát te mi sok tévéjátékot játszottunk együtt, meg színházban is játszottunk együtt. Én játszottam vele Makrancos hölgyet is például Győrbe. Nagyon, én őt egy remek színésznek tartottam, egy színpadi színész, színházi színész. Hát ő egy ilyen őserő volt, nem? Tehát majdnem olyan őserő volt, mint a Latinovics. Csak... Igen, de ő egy nagyon okos, és egy nagyon értelmes, és jól olvasott darabot, megszerepelt, és fantasztikus adottságai voltak, és őt a színház nem igazán érdekelte, szóval nem úgy, hogy őt a film jobban érdekelte. Hát igen, ő csöpiként szerintem. Hát meg, igen. Meg aztán a filmkészítés, meg ilyen minden. Piedon után magyar... Igen, de azok nagyon szórakoztatóak, most is éjjel-nappal ismétlik a filmjeit. Uh-huh. Na, és akkor ez volt Pécs, ez hány év volt? Egy pár év. Öt, igen, nem, igen, nem, igen. Nem. De az alatt te állandóan jártál Pestre, nem? Én 40 évig állandóan jártam. Tehát, hogy te egy ilyen Pestre. Örökingázó voltam. Én egy örökingázó voltam. Ezért most, ha megérkezek egy pályaudvarra, akkor hát elég nehéz pillanatokban. Jaj, nem is kocsival csináltad? Hát nem mindig. Hát télen azért nem lehetett, akkor még nem voltak autópályák, meg minden, úgyhogy sokat mentem. De kocsival ugyanúgy, szóval én most már hát az Zöcskölöt tudom, hát eleve azt hiszem 90-nél nem lehetett több elmenni, sőt, tehát 80-nál hát igen, nem lehetett, az igen. azt jelenti, hogy 90-nál szóval ment mindenki. Hosszú utak voltak. És, de akkor még élveztem is néha. Lehetett. Ha kollégákkal mentem, akkor jókat beszélgettünk, ha egyedül, akkor zenét hallgattam. Szóval azért... Neked mondom, a klubban is nagy élet volt, nem? Volt, nagy vidéki. Igen, az sokáig volt. Most hát már nincs. Néhány, hát tudod, de vidéken sincs? Vagy most nem, nem mindenhol, nem, van, ahol nincs. Van még, ahol egy kicsit. Mert hát ez azt jelentette, én emlékszem, én ezekbe azért belecsöppentem, hogy azért hajnalig. Ott azért tudom, a kaposvári büfében még meleg kaját is lehetett kapni, akár hajnali háromkor. Igen, de azért akkor... azt meg kell, hogy mondjam neked, hogy a klub élet az nagyon-nagyon sokszor, majdnem mindig az előadásról szólt. Szóval én arra emlékszem, hogy előadás után beültünk, és akkor kezdtünk beszélgetni, hogy ott az abban a jelenetben, nem tudom mi, és akkor rengeteg ilyen piacot. Azt mondja, na gyere föl a házira, és azt megnézzük, most ott éjfélkor. Igen, tudom, hát Fogány Judit is elmesélte klasszikus példa, hogy hajnali háromkor lett meg a Pinocchio járása. Már nem élt, és ott ugye Kaposvárot a pincében van a büfé, minden mai napig, és az Asár Tamás a rendező elkezdte fölvonszolni a színpadra, igen. De hajnali háromkor, és akkor a lépcsőn valahogy úgy kezdett el kopogni a cipője, ami pont, hogy aha, és tudod, ilyen szaggatottan a lépcsőn, aha, pont ez lesz jó a Pinocchio. Tehát így lett meg, amivel igen, szenvedtek igen, hosszú igen. ideig. Ez rengeteg ilyen volt. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. De tudom, hogy a másik oldalon, meg hát amikor már az ember évad még én ment, akkor volt, hogy már egymás képét nem bírtátok látni, nem?
Hát igen. Mert azért összefőve, főleg egy... Mert Pécset azért talán van hova menni, de mondjuk például Kaposváron olyan nagyon nyilván nincs. Tehát tényleg minden színházi ember ott a színházi büfébe sűrűsödött össze. De ettől is volt a valószínű, hogy olyan jó a színház, hogy az egy ilyen reménytelen város volt. Nem lehetett mit csinálni, aki színházat csinált, az éjjel-nap a színházat csinált. Igen, de tudod, én nagyon sok vidéki városban éltem hosszabb, rövidebb ideig, mondjuk Miskolcon is 10 évig, meg Szolnokon is évekig. És mindenhol úgy emlékszem, hogy azért ez egy kicsit a színházon belül maradtunk, szóval ugye a városban nem nagyon éltünk. Ugye eljártunk, mit tudom én, egy jobb étterembe, vagy valahova, de sem ismerettséget igazán nem kötöttünk a város lakói, vagy jó volt néha közönségtalálkozó, vagy ilyesmi, de a színházon kívüli barátaim nem maradtak a városból, azokból a városokból, ahol dolgoztam. Hát azért ez furi, nem? Tehát nem túl belterjes ez, vagy nem? Hát igen, de tudod, időnk sem nagyon volt, mert délelőtt próba volt, akkor este is próba volt, vagy játszottuk, és én mondjuk, amikor éppen nem dolgoztam, akkor nem is értem a város, akkor hazajöttem, Pestre. Igen. Hát ugye aztán Pécs után jött Szolnok, ami hát ott szintén volt egy fénykor, Székely Gábor. Csodás igazgatása volt. Nagyon sokat tanultam ott. Mit? A Székelynek ez a kíméletlensége, ez a maximalizmusa, ez megtanított olyan nagyon dolgozni, szóval, hogy igen, és azt megéri. Szóval ott is 2-kor, meg 3-kor még gyakran színpadon voltunk. Éjjel. És miért érte meg? Azért, mert azt éreztem, hogy itten valami olyat csinálok, amit én nem tudtam, hogy tudok csinálni. Hogy itt most valami megszületett. Hogy az előadások nagyon egységesek voltak, és nagyon egybe voltak. És azt csak így lehet. Ott is voltak főszerepeid. Persze, sokat játszottam. Mi volt neked ott fontos? Hát ott a Csiszárral is dolgoztam, a Székellyel is dolgoztam. Csiszár Imre. A Csiszár Imre, igen. Ki szintén partnered is volt. Igen, utána. Miskolcon. Mármint, hogy magánéleti igen, partnered, igen. Mert ő játszani nem játszik. A Székellyel, a három nővérben a Olgát játszottam. Aztán az Örkénynek a Kulcskeresők című darabját. Azt én már láttam. Igen? Ez milyen baromi jó volt. Én azt nagyon szerettem, az nagyon-nagyon jó. Szétrögtük az agyunkat, meg közben azért mégis még olyan ütős is volt, nem? Én arra emlékszem, például volt egy próba, na ilyen volt a széke, hogy van egy mondatom, ami Erika vagyok, elvesztettem a lakáskulcsomat. Én ezt egy próbán 27-szer mondtam el. Annyiszor ismételtettem. Mert nem volt neki jó a hangsúly. De nem csak ez én mondatom, ez még a Csomós, meg a Pirot Gyuszi volt Gyuszi, a jelenetben benne. De ez 3-4 mondatnyi kis igen. Jelenet volt, de ezt annyiszor vette, és akkor úgy végén tényleg valahogy egy kicsit más, szóval más szólalt meg már benne. De ettől nem, vagy ez direkt, nem lehetett többet dühödni, hogy ugyan már hagyjon már békén, hát most mi úgy lehet egyszerre ezt a tök egyszerű mondatot. De mit akarta mondatba az Rébék? Egyszer a Törőség mesélt egy történetet a Vasziljevvel, hogy a Vasziljev így kínoszta, és ismételtette, és ismételtette, és ismételtette, és akkor ő arra gondolt, mesélte a Mari, hogy ha ezt még ez most az utolsó, de ha még egyszer meg kell csinálni, akkor ő kimegy a színpadról. Akkor azt még egyszer megcsinálta, és akkor azt mondta azért, na látja, ez volt az. És a Székelynél is így volt, hogy amikor arra gondoltál, hogy ha ezt még egyszer meg,
ezt nem tudom, hogy hogy én, vagy hogy én, hogy, vagy nem tudom ennek a kapcsolatnak. Na jó, hát az Anatoly Vaszilyev, ugye nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy egy nagyon-nagyon híres orosz. Igen. Orosz rendező, és hát ugye Oroszországban ugye gyakran a nagyon hosszú próba folyamatokhoz vannak szokva, tehát hogy ő nem, hát ugye legendás eset itt a Táliában, vagy igen, akkor művészszínház volt a Dosztojevszkij, a nagy bácsi álma. Hát azt mesélte nekem a Darvas Iván, hogy hát isteni olvasópróbákat tartott. Tehát, hogy teljesen elélveztek, hogy úgy tudta elemezni, meg úgy ízi. De azt mondja, hogy a premier napjának a hajnalán megkérdezte tőle a Darvas, hogy jó, mindez szép, hogy már minden így van értelmezve, de akkor mondja meg neki, hogy akkor ő majd hol jön be, és hol megy ki. És erre a Vaszilyev azt mondta, hogy ne sürgessen. Szóval, hogy lehet. Nem, ez nálunk azért nem így volt. A Gábor elkészült, és mi a megadott időben, de sokat próbáltunk, és intenzíven, és sokat. Igen, hát ott volt például az Örkény macska játékának is az ős bemutatója Szolnokon, amit igen. Ugye Székely Gábor rendezett. Az nem zavart vidéken, hogy viszonylag keveset tud, mert főleg egy ilyen, hát Miskolcra ez nem volt annyira érdemes, Miskolcra nem, de mondjuk Szolnokon, hogy ennyit beleteszel, hogy 27-szer elmondod a próbán, ugye azt a tök egyszerű mondatot amúgy, és utána megy 20-szor. Azért ott is több előadás volt Szolnokon is, de például Miskolcon, ahol azért a leghosszabb időt töltöttem, 10 évig voltam, ott például 100-as szériát is játszottunk. Akkor... De prózából? Prózából. Mert akkor mi Egerben is játszottunk. Tehát az egész repertoár az átment Egerbe is, és Egerbe is voltak előadások, és átvittük egyik szezonról a másik. A Szecsuáni jó lelek, azt is ma közel a 100-hoz. Taba az énekelnek is, de jó, nem a populáris operet. Igen, de mit tudom én, még talán a Pergüntöt is majdnem 50 körüli előadásba játszott. Ugye hát a Szecsuániban te játszottad azt a bizonyos kettős szerepet, a Sentét és a Suitát, és tudom, hogy ez neked nagy szerelmed az a... Nekem az nagy szerelmem. Tudod, én nem is tudom, én 150-ig számoltam a bemutatóimnak, az előadásaimnak a számát, most már nem számolom, de most már több is van. De ebből nem sok olyan van, ami ennyire megéri, illetve nincs is több, mint ez a Szecsuáni. Tényleg ez neked a top, mint a mai napig? Nem tudom, hogy miért. Képzeld el, hogy éppen most nyáron, hát ezt mikor 35 éve játszottam, és a szövegekre már nem emlékszem, de a jelenetekre, a helyzetekre, és valamelyik, most nyáron, egyszer olyan korán reggel föl kellett kelnem, és olyan gyönyörű idő volt, és egy olyan nagyon szép, hogy az utcán sétáltam, és akkor mentem, és elkezdtem, mint a Senténnek van egy ilyen jelenete, aki korán reggel elmegy, hogy milyen gyönyörű a város reggel, mert ő sose látta reggel a várost, ugye, mert éjszaka dolgozott. És van egy pár mondata erről, hogy milyen gyönyörű. És... Mert hogy ugye prostituáltként dolgozik. És én ott mentem, hát ebben a korban, és egy olyan piros ruhám volt, arra emlékszem, és teljesen azt éreztem, hogy így most én ugyan ott vagyok, meg van egy-két jelenet. És van egy mondat, ami olyan sokszor eszembe jut, tudod, a végén, amikor jönnek az istenek, és mondták, hogy jó, de akkor a nagybácsi ne jöjjön, ugye, aki az ő önvédelmi fegyvere. És ez a kettős szerep, tehát a színésznő, igen, ugye, a két te szerep, alakítod igen. Ebben és az akkor, esetben a és akkor az, de nekem szükségem van a nagybácsira legalább havonta egyszer, és ez nekem olyan sokszor eszembe jut, amikor úgy jó lennék. Hogy, de most, mert azért magamnak is védenem. Nem ilyen szitu volt, amikor te
Na, hajlamos vagy a jótékonykodásra, vagy mire? Én hajlamos vagyok. És hajlamos vagyok másokért tenni nagyon sok. Ami teljesen, de amikor érzem, hogy ezt most már nem lenne szabad, mert ez nekem már túl, ezt már nem bírom. Tudod? Mm-hmm. Akkor mindig mondom, hogy hát most a nagybácsi. Most jöhetne a nagybácsi, és lehetne szigorú, és akkor rászok. És egy olyan szép volt. Én a Trokán Nórát nagyon szeretem. Én nagyon is. Szeretem, és nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű színésznőnek tartom. És ő is most játszotta tavaly. Sajnos nem láttam, pedig nagyon meg akartam nézni. És hallottam egy beszélgetést, és ugyanezt mondta el erről a szerepről, hogy őt ez a szerep olyan mélyen érintette, mint soha egyetlen egy szerep. Akartam is írni neki, de az is elmaradt, majd ha találkozunk el. Azt láttad, amikor a Strehler Színháza itt volt ezzel láttam a nemzetében? Láttam. Mert az egy csoda előadás gyönyörű volt, nem? Gyönyörű előadás volt, fantasztikus előadás. Tehát az képileg is, tehát gyönyörű. Egy ilyen vizuális ízés. Az a nő, aki ezt játszotta, hát az is. És képzeld el, a Major akkor ugye Miskolcon volt, ez ugyanakkor volt. Igen, Major Tamás sokat rendezett is, meg hát a Lirt királyt játszotta is ott, igen, és ő a Strehlert ismerte, és a Majorral láttam az előadást, és bevitt engem. Hát látod, a nevekkel. Hát a nevét én sem nevekkel, de, igen, de egy, na, a Strehler felesége volt. Aha, ja, igen, igen. Igen, és akkor bevitt a színházba, és találkoztunk. De hát azt is mondta, hogy igen, én is játszottam. De nem itt mondod. Gyönyörű volt, gyönyörű előadás. Hát én erről mondtam másnap megnézni újra, mert egyszer nem bírtam ki, hogy ne nézzem én meg. Én arra látom, tehát az álmaim színházat, tehát az úgy Brecht, hogy közben humánus volt, és közben sokat lehetett nevetni, és közben lírai volt, és szép volt. És szép, hát szóval, tehát hogy Brechtet úgy játszani, hogy szép, tehát nem volt úgy szikára, hogy az a nagy könyvben igen, megvan írva. Igen, de tudod, én a Brechtet egy nagy, én nagy Brecht rajongó vagyok, én őt egy nagy költőnek tartom, és a Szecsuáni az költészet, az tiszta, abban a szerelem olyan gyönyörűség, és olyan költői jelenetek vannak a Vanga Vízárus és a lány között, és ezek a szeretetek, és ezek, amik összefűzik ott az embereket. Gyönyörű, gyönyörű darab. Az adott pluszt, hogy a Csiszár úgy rendezte, hogy akkor gondolom már ő a partnered volt, igen, nem? Igen, igen. Én vele nagyon jól tudtam dolgozni, nagyon sokat, most mind a mai napig dolgozunk együtt azóta is, Pesten is, mindenfelé. Most éppen decemberben kezdek a Nemzetibe próbálni egy pici szerepet, amit ő rendez, egy darabot a Robert Boltnak, a Egy ember az örökké valóságnak című darabjában. Abból feszültség nem támadhat a színházba, hogy na, érted, tehát, hogy a főrendező úr... Ezt én mind, nem tudom, ez nálunk egyáltalán nem jött, ugyanis én idősebb vagyok önnála, a Csiszárnál majdnem 10 évvel. És amikor mi találkoztunk, akkor ő egy kezdő fiatal rendező volt, én pedig egy Jászai Díjas vezetőművésze egy színháznak. Tehát szó fel sem merült annak a lehetősége, hogy én azért játszom, mert én előtte is játszottam már nagyon sokat és nagy szerepeket, úgyhogy ez nem volt, nem, ez soha nálunk fel nem merült. Volt még Miskolcon egy eszméletlen jó előadás, azt én ott láttam a helyszínen, én oda jártam egyébként, úgy már ilyen egyetemista koromban. Köszönöm szépen. Hogy a Tribádok éjszakája. Igen, azt imádtam. Ami ugye ott ment a stúdióba, de az egy ilyen bőrlenyúzós előadás. Egyébként abban, emlékszem rá, abban is veszett szép voltál. Tehát mert abban hát egy ilyen örjítő, életveszélyes nőt játszottál, ha igen, én jól emlékszem, igen, ugye? Tehát igen, aki, az nagy siker volt, az Pesten is nagyon sokáig akitől nem játszott. Lehet szabadulni, de hát ha valaki belebolondulik, akkor úgy bele is halt rendesen. Nagyon-nagyon-nagyon szép előadás volt. Én Blaskó Péterrel nagyon sokat játszottam.
ez alatt a 10 év alatt, és hát vele ott ez egy csodás. Na látod, erre nem mondanám, hogy szép előadás. Tehát a Brecht, oké, ez nem szép. Ja, nem. Ez kemény, mondtam, igen, azt mondtad, hogy szép. Ez kemény, kegyetlen, jobbra sokat behúzó. Nem, behúzó. Én úgy értettem, hogy szép munka ja, volt. Ja, igen, szóval, igen. Érted, igen. Ez meg egy olyan gyönyörű, Liv Ullmann, Liv Ullmann írja, hogy a Nórát fogja játszani a kedvenc partnerével. Az Ibsen Nórát. Az Ibsen Nóráját. És azt mondja, hogy jaj, de csodás lesz, amikor ott fogunk állni, és üvöltünk egymással, és ütjük velük egymást, és belül ott állunk mosolyogva, és nagy-nagy szeretettel. És ez így működik. Tehát ott mi a Blaskóval az élet veszélyes ellenségei voltunk egymásnak ebben a darabban. Ölni tudtuk volna egymást, ugye ez a házasságnak a legszörnyűbb pillanatai. De ugyanakkor nagyon szeretjük, mind a mai napig nagyon szeretjük egymást, és ez tényleg így volt, hogy ez a színészetnek a legszebb része, hogy van valami ott belül, ami úgy örül ennek az őrületnek, amit beletörtént. Tehát magyarul, hogy jó a színpadon akár ölni? Hogyha egy partnerrel jó a kapcsolat, szóval, és jól játsztok együtt, akkor ha te ellensége vagy, akkor is van egy öröm ebben. Ott akkor abban a pillanatban. Persze, mert ebben jó előadást valószínű, hogy öröm csinálni. Akkor persze, is, ha ilyen persze. Kikészülős akkor is, hogyha ott meghalsz, meg mindenféle szörnyűséget. Figyelj, és ez a sok vele. Kegyetlenség, aljasság, agresszió, ami ebbe a szerepbe benne van, az hol van benned? Ha valahol biztos. De honnan lehet? Minden nyilván, de hol? Te, hogy rólad úgy nem gondolnám. Tehát, hogy honnan ezt nagyon mélyre kellett fölhozni, vagy hogy jött ez elő? Vagy mondhatom azt, hogy a csiszár vertek kvázi ki belőled? Vagy? Nem tudom. De ez az ember sokat küzdik egy szereppel, sokat dolgozik rajta, sok minden. De az, hogy ez hogy születik meg, az tulajdonképpen az olyan, nem tudom azt igazából megfogalmazni. De te ilyen hozzáolvasós, hú, de rákészülős vagy éppen nem típus vagy, hogy majd jön ez zsigerből? Nem, ez jön ez zsigerből, abban nem hiszek én. Nem, én a sok munkában hiszek. A sok munkában hiszek, abban, hogy amikor az ember erre nagyon készül és mindent megtesz, akkor csak tényleg egyszer csak egy pillanatban megszületik, és azt éppen ott nem tudod, hogy az mitől történt meg. Mm. Vagy ha nem történik meg, de akkor, volt neked akkor sok bajra. Szenvedésed, hogy jaj, ez nem, tehát volt ilyen, hogy nem, tehát mit tudom én, ütött Básti Júli, és ő mindig mondja, hogy ő mindig elhiszi, hogy soha az életben nem fogja tudni ezt eljátszani. Ezt mindig. És mondom neki, hogy az eddigi tapasztalataid alapján azért nem jöttél nem, már rá, nem, hogy egy pár szerepet csak sikerült. Nem, ez sajnos, ezt tudom, ezt minden szeretett kollégám is ugyanúgy elmondja, hogy hiába tegnap este még magad is úgy érezted, hogy na ez azért egy kicsit rendben volt. Másnap reggel, hát a sem fogalmad nincs. Hogy a Töröcsik Mari mondta nekem egyszer, hogy ő minden premier napján szomorúan lehorgasztott fejjel ül a konyhában, és teljesen, és neki még premieren jól nem sikerült játszani. Ez teljesen így van. Én azt tudom mondani neked, hogy a 100-valahányból, ha volt 2 vagy 3 olyan premier, amit elfogadhat. Az összes többi az katasztrofális. És egyszer pont a Vasziljevtől meg is kapta, hogy azt mondta neki, hogy a Vasziljev, hogy na, amit, és ez valami premier volt Szolnokon, hogy na, amit most produkált, abban semmi nincs a színészetéből, tehát semmi igen, nincs, amiért igen, érdemes igen. Volt a pályára jönni. Igen, én mindig. De mondjuk mondtak neked ilyeneket?
És ha ilyeneket mondanak, akkor mondjuk mi történik? Vagy hogy reagálsz? Hárítasz? Vagy magadba szállsz? Vagy kikészülsz? Én rengeteg rendezővel dolgoztam, és hála Istennek sok nagyon jóval is. Vannak mindenféle, de tudod, amikor dolgozunk, akkor én teljes mértékig azt gondolom, és ez általában így is van, hogy ő azért választott engem, mert azt gondolja, hogy én ezt meg tudom csinálni. És ha most én engem kínoz, akkor azért kínoz, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Tehát van egy bizalom, van egy hit. Én nekem ez nagyon fontos, hogy a rendezőmnek, és akkor És ha mégis azt érzed, hogy nincs bizalom, nincs hit, hát nyilván volt ilyen. Hát az nagyon ritkán volt. Meg dolgozik az ember gyengébb rendezőkkel is. Hála Istennek én nem túl akkor sokat. Akkor is tudsz jó lenni? Igen, de akkor kicsit magamra vagyok utalva, és kicsit kell nekem. Most nem arról beszélek, amikor ősidőkben Kaposváron Lacina László rendezett. De hát az egy más dolog. Ja, az a Lacina, az az legendás, akit Koltai Robi meg is örökített egy... Az a Lacina. Ez a jubilíum, aki... vagy mi, aki igen, így mondta. Igen, és az a Lacina, aki ebben pártosztályból jöttek, vagy nem tudom. És igazgató is volt. Igazgató is volt. De én tehát akkor, egy tök dilettáns pasi volt. De elvégezte a főiskolánt, de teljesen. És ő rendezett engem. Lehet, hogy neki még érettségie is volt. De akkor például a Lacinának azt lehetett mondani 10 napi próba után, hogy kedves Laci, te én hozzám többet ne szóljál ebben a próba folyamatban. És akkor az a kokussolt? Akkor azt mondta, hogy jó, akkor nem szólok. Annak ellenére, hogy ő volt a főnök? Igen, mert ő is él, hát ezek mind nagyon szomorú sorsú emberek voltak, mert érezték, hogy itten valami baj van. Ő is aztán alkoholisták lettek, mert szörnyű. De ez egy nagyon rövid időszak volt. Uh-huh. És akkor mit csináltál? Tehát akkor tudtad, hogy rendező Nuku? Hát akkor... Amit akkor... gondoltam. Na, akkor szólnak után, hogy eljött a Budapesti Kamara. Igen. Ami mind a mai napig utolsó társulatod volt, mert ugye aztán hát nagyon randán szűnt nincsen, meg. És akkor már az én már nyugdíjas voltam akkor, és nem tudom, de azóta is játszom sok helyen, meg mindenfelé. Hát tudom, akkor legutóbb a Rózsavölgyi Szalommal most a Rózsavölgyiben, igen, Pokémon Go. Igen, a Tóth darab. Igen, igen. Érdekesnek is mondható. Azt nem mondom, hogy hú, de jó, de érdekes a probléma felvetés. Igen, ugye, igen. Ugye hát arról igen. Szól, hogy mindenki beleőrül ezekbe a videó, vagy telefonjátékokba, és már ki se tud. Egy szereplő igazából, de hát ott egy családról szól. Pokémon Go, ugye, igen, a darabnak a címe. Igen. Most már nem nagyon játszák, de akkor azt hiszem, amikor írta, akkor ez egy nagyon népszerű játék volt. És egy családról szól, és nagyon kemény, és nagyon... De... Hát ahol olyan nagyon senki nem szeret senkit, és úgy... Hát igen, vagy és legalábbis próbálkozik vele, de nem nagy. Történnek benne, amit a család többi tagjai észre se vesznek, meg elmennek mellette. Sok és olyan egy problémát. Egy bírhatatlan nagymama vagy. Én egy szörnyű nagymama vagyok, ami nekem nagyon nehéz, mert én egy nagyon jó nagymama vagyok, remélem. Amúgy. Úgyhogy, de a szövegek elég erősek ebben a darabban, úgyhogy ez nem. Na, és akkor a Budapesti Kamara az milyen? Az jó volt jó, neked, jó, nem? Jó, ott is sokat játszottam. Aztán volt egy időszak, amikor a lányom már nagyobb lett, és én megint elmehettem vidékre, mert egy idő után elkezdtem megőrülni ettől a pici-pici színpadoktól. Ja, mert ugye a Budapesti Kamara 3, tehát hát, a volt Tivoli igen, színház, mindegyik nagyon kicsi. Illetve Tinódi mozi, ami igen. Tivoli színházként, de hát oda mondjuk befértek 160-an, 170-en ilyesmi, attól függ, hogy hogy rendezték el. A többiben meg 60-an, 70-en, meg max 80-an. És akkor ettől meg... És egy ideig nagyon jó volt, de aztán egy kicsit, és akkor a Szikora hívott. Te például Szikora Szegedre, János. A Szikora János Szegedre, akkor ő volt ott az igazgató, a Zsótér rendezett, hála Istennek Zsótér Sándor, csak ugye a nézők kedvéért mondom, ja, át, igen, nem igen. Tudja. Mit rendezett ott a Zsótér?
A Zsóté rendezte a Arthur Miller ügynök halálát. És én azt játszottam, és az egy nagyon-nagyon szívem. És képzeld el, hogy azt is láttam. Az ilyen kicsit Ózra volt véve, igen, ugye? Igen, tehát talán el igen. is hangzott benne ez a Sárga úton című. Azt hiszem, a zene talán, a zene jött be, nem igen, hangzott igen, el, de a díszletben jelentett. Igen, tehát ilyen, de tehát a Király Leventében játszottam, és nagyon szerettem azt az László Zsolttal. Azt nagyon-nagyon szerettem. A Király Levente egy óriási fazon. Mind a mai napig nem ismerik igazán országos viszonylatban. Tehát amikor ő megkapta a Nemzet Színésze, akkor többen megkérdezték, hogy hát igen, mert a Levente azt hiszem, hogy főiskola után Szegedre ment, és ott volt. Uh-huh. De a Levente mindig azért, én innen nem mentem el, de annyi mindenki jött ide, hogy én nagyon sok rendezővel dolgoztam, és nagyon képzeld sok hogy ő is ült abba a székbe, direkt emiatt. Tényleg? Direkt emiatt Szegedről. Nagyon nagy. Fölautózott, és adás után visszaautózott. Igen, most befejezte. Tényleg? Igen. Ezt nem tudtad? Nem, mert miért? Mi van? Igen, 80. születésnapján rendeztek egy nagy előadást, még akkor eljátszott egy operettben valami nagy szerepét, és azt mondta, hogy nincs tovább. És tudod, ezen nagyon gondolkozom én is. Igen, de miért? De azért, mert és ez most volt pont a Pokémon Go premierjén, hogy, és a Leventétől is. Én játszom most az Attilával, a fiával, és mondom az Attilának, mondom te. Igen, apád, Király Attila. Király Attilával. Aki egyébként koreográfusként igen, is, de játszom is igen. vele itt egy előadásban, és mondom, hogy apád befejezte teljesen, azt mondja, képzeld el, mindig az volt a vágya, hogy velem játszhasson, és most lett volna egy alkalom. És könyörögtem neki, telefonon beszéltünk, és azt mondja, ordított velem, soha életében nem ordított velem, de azt mondta, hogy értsd meg, befejeztem, nincs több rettegés. Nem akarom, nem akarom. És ezt megértem. De én a Pokémon Go premierjén, én olyan állapotban voltam, hogy azt csodálom, hogy végig, hogy túléltem. De miért? Azért, mert, és ezt a Majornál láttam, amikor a Lír bemutatójára készült, amikor ott álltunk, nem volt hangja, és a bemutatón, és ott álltunk az első helyetben 30-an, és a major mondott, és azt gondoltuk, hogy itt 5 perc múlva függöny, és ezt ő nem fogja végigjátszani. Mert olyan nagy a felelősség magaddal szemben, hogy ennyit, akkor most már te nem hibázhat, vagy érted, vagy nem tör, vagy nem... Mert mi történik a hibá? De tudom, de ezt nem lehet megmagyarázni. De egy picit majd unjuk, vagy zizeg a szék, igen, vagy lecseg, vagy... De, nem tudom, és ez csak saját magaddal nagy. Hát a Majornál is, hát most mondd meg nekem, hát most mi Miskolcon, jó, hogy a... Meg a szerzővel szemben is, mondjuk egy Lír király. Ott akkor Shakespeare-t tartod. Tehát egyébként ezt a Lírt is láttam Miskolcon, és láttam, én akkor már ugye bejáratos, vagy túlzás, hogy bejáratos, de ha már elmentünk egy vidéki színházba, általában bementünk a színészbüfébe, ettünk, meg barátkoztunk, még egyetlen voltam a szakmában, ez az egyetemista korom. És így láttam a Majort is, tehát már jelmezbe, de a színház folyosóján ilyen tök lehorgasztott fejjel maga alatt ülni. Tudod, hogy minthogyha depressziósnak is még, tehát mint aki, és aztán tényleg hát fölment a színpadra, és hát egy Isten volt, mert ez is egy nagyon jó előadás nagyon volt. Nagyon jó előadás volt, és az egy nagyon-nagyon gyönyörű. Te voltál az egyik lány, én ugye? Voltam a Goneril. Igen. És a Majortól akkor nagyon sokat tanultam az alatt, az 5 év alatt. Olyan fantasztikus volt, hát ő akkor már 70-en felül volt, alig látott, és hihetetlen. És esténként ott ült velünk a klubba. De képzeld el, hogy most valamikor régi papírok kezembe kerültek, és megtaláltam azokat a képrejtvényeket, amiket a Major talált ki a Miskolci
klubba éjszaka, és képregények. Képregények, mert játszottunk mindenféléket, és a major imádott mind, bármit, bármilyen játékban benne volt, és akkor ő csinált, kitalált képregényeket. Tehát ő maga rajzolt, és hozzáírta a igen, szöveget. Igen, és ő találta ki, és na tessék, ezt tessék megfejteni, és ebből még megtaláltam. Nem, az nagyon-nagyon szép dolog volt. Milyen volt, amikor bezárt az utolsó a Kamaraszínház? Én ott voltam, te ott voltál, amikor jött egy ilyen nagyon undok pasas. Ez nem a felszámoló volt, mert az egy valami nő volt. A igen, az egy nő biztos, volt. De jött egy ilyen undok pasas, aki jött tájékoztatni kvázi a igen, a tudom, színház dolgozóit. És akkor jött egy pont, amikor elkezdtek tőle kérdezni emberek, színészek is, meg újságírók, és tök ki volt akadva, hogy tőle bárki is színészni. Álltott, én emlékszem, ilyen nagy hasa volt, és ilyen zsebre dugott kézzel, mint egy ilyen mindenek fölött ítélkező törökbasa. És aztán tudom, hogy valami kérdést kapott, és akkor dúlfulva azt mondta, jó, akkor nem. És zsebre dugott kézzel lement a... Igen, és ott hagyott titeket faképnél a teljes bizonytalanságban. Én valami olyan dürohamot kaptam, és annyira felháborodtam. Azt tudom, hogy ekkor már nekünk ki is kellett menni, tehát elvileg a sajtóben se lehetett, csak engem ott a műszakiak eldugtak az erkélyen, tehát én onnan végignéztem ezt az egész minősíthetetlen jelenetet. Nem, az egy szörnyű dolog volt, és végső soron nem is értem a Szűkri Miklósnak még, aki az igazgató volt. Neki két éve lett volna. Szóval én azt gondoltam, hogy mert érted, ha lejár egy igazgatónak, és akkor azt mondják, hogy hát akkor most már ugye nem, vagy már, vagy másképp, vagy nem tudom, azt meg lehet, de így, hogy belemászni ebbe, hát az hihetetlen volt. Hát műsor, az meg volt a színház műsora. Hát de az hagyján, és akkor de hát kaptunk egy telefont, hogy holnap ne gyere be. Igen, hát ezt mondom, hogy nem játszhattátok végig az évadot. Nem. Tehát úgy, hogy előző nap még játszottatok, és a következő nap már nem játszottatok, ami meg volt hirdetve, el volt akadva a jegyek, ez nem lehetett. Tehát, hogy ez valami olyan minősíthetetlen, embertelen és ocsmány dolog, hogy valami volt hitetetlen. Egy idő, amikor előadások végén beszéltünk a közönséggel, hogy ez a helyzetünk, és kérjük, hogy szóljanak ismerőségnek, hogy jöjjenek, mert ha talán nagyon jól megy a színház, akkor talán megmenekülünk évad végéig. Nem, szóval minden. Tartottunk ilyen utcai eseményt, hogy a néző, és tényleg el is keltek a jegyek meg. Szóval itt nem erről volt szó. Na, mindegy. Hát, igen. Igen, igen. Hogy érted ezt át? Mert tudom, hogy mondjuk a Várhi Éva majdnem belerokkan. Igen, én is nagyon nehezen. Mert ugye várja az Éva ott föl is szólalt, hogy akkor azt hitte, hogy egy abszurdum, amit mond, nem tudom, emlékszel erre, hogy azt mondta, hogy akkor én már holnap be se jöjjek, és akkor még nem volt arról szó, hogy holnap be se jöjjön, igen. És aztán ez következett be. Szóval, hogy érted el? Igen, én ezt nagyon nehezen éltem át, mert tudtam azt, hogy én már ezután színháznak, én akkor már nyugdíjas voltam, tehát nem voltam olyan értelemben tagja, meg nem is tudom, hogy akkor már volt-e úgy társulati tagság, hogy én már társulatban nem fogok játszani. Nagyon-nagyon nehéz volt, szóval nehezen emésztettem meg. De hála Istennek, akkor utána megint jöttek munkák, és dolgoztam, úgyhogy csak tudod, mikor színházat bezárnak, akkor nagyon szomorú vagyok, ha nem is csak a nem is az enyémről van szó, hanem más, a bárkát. Igen, a bárkát következett utána. Nagyon-nagyon nehéz. És azóta se tudjuk, hogy mi az Isten nyila van a helyén. Semmi. Ugye? Tehát az ott rohad? Semmi. Hát igen, ez nehéz most. Mint ahogy hosszú ideig úgy tudom, hogy hát a Tinód, a Tivoli is rohadt, most talán már elkezd benne lenni, ugye ott már kiállítás kezd lenni. Hát igen, minden igen, igaz, és most ugye az Örkény játszik. Az Örkény játszik a Sur stúdióban, és akarja az Ericssont is, úgyhogy igen. Talán...
talán. Igen, és mondjuk tényleg az Örkényben ott el kellene egy ilyen kicsi játszóhely, meg én láttam. Szóval akkor unokák vannak most, amikor éppen amikor nincs, akkor unokák vannak, azért igyekszem színházba járni, előadásokat nézni. Szóval megjátszom, meg nyáron forgattam a Mi kis falunkban, ebben ja, a kedves kis sorozatban, szinkronizálok. Szóval dolgozom, és tudod, már nem is tudnék annyit, szóval már nem is. De erről nincs is szó, mert azért erre a korom nagyon kevés szerep esik, szóval 80 fele már nem nagyon írnak szerepeket. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Én nagyon köszönöm. Timár Éva volt a vendég, és egy hét múlva, a 9-e, akkor Vas Logikával 16-án, kedden 19:45-től egy fiatal, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy rendkívül tehetséges hölgy jön, Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője, aki már rengeteg mindent rendezett ott, de az hagyján, de közben elkezdett zenéseket is rendezni az Operett Színházban, ugye legutóbb ezt a meglehetősen kirobbanó sikert, amiután mindenki állva vastapszol az István a királyt. Egy ideig élt külföldön, és arról is nagyon-nagyon érdekes dolgokat tud mesélni. Például van egy olyan ország, ahol élt, ahol ő csinálta a legelső koktélbárt. Szóval egy rendkívül érdekes hölgy, Székely Kriszta, rendező lesz a vendégünk 16-án, kedden 19:45-től a Bóta Caféban. A viszontlátásra!